Külföldi segítség nélkül katonai puccs következhet be Görögországban. Erre figyelmeztetett Daniel Cohn-Bendit, az Európai Parlament zöld frakciójának a társelnöke. A politikus úgy véli, hogy beszűkült a politikai tér, ezért Európának jelt kell adnia a görög embereknek arról, hogy van remény. Athénban közben a baloldali koalíciónak sem sikerült kormányt alakítania, így egyre valószínűbb, hogy megismételt választások lesznek Görögországban. 4 napon belül a harmadik politikus próbálkozhat Görögországban a kormányalakítással. Először a legerősebb parlamenti párt, az Új Demokrácia vezetője kapott megbízást, majd a radikális baloldal a Syriza elnökét kérte fel a görög államfő. Alexis Tsipras világossá tette, hogy miniszterelnökként felmondaná a görög mentőcsomag feltételeként szabott megszorítási programot. Az életben nincs olyan, hogy valaki csak félig terhes. Így a mentőcsomagból sem lehet csak félig kimaradni. Az olyan rossz politika, mint amilyen a megszorítás katasztrófához vezet, akár kis, akár nagy dózisban alkalmazzák, mondta a Syriza vezetője. Ezt követően Karolos Papulias, görög államfő, a harmadik helyen végzett Panhellén szocialista mozgalom elnökét bízta meg az új kormány megalakításával. Evangelos Venizelos azt mondta, hogy megpróbálkozik egy Európa-barát nemzeti egységkormány létrehozásával. Venizelosnak 3 napja van a megegyezésre a szóba jöhető pártokkal, de a választék véges. Különböző felállásban már mindhárom párt tárgyalt egymással. Ha ez a kísérlet is kudarcot vall, június elején új választások következhetnek, ami tovább mélyíti a politikai bizonytalanságot Görögországban.